Üdvözlöm nézőinket! A Globo magazin vasárnap friss adással jelentkezik. Nézzük az elmúlt napok legfontosabb híreit a megyéből. 9. alkalommal rendeztek május 11-én töltött káposzta fesztivált Rátkán. Az iskola udvarán már korán reggel rotyogott az üstökben a minimum 200 töltelék és a savanyú káposzta. A hagyományos magyaros ételbe a csapatok belefőzték szívüket, lelküket is a finom füstölt húsok mellett. Ünnepélyes keretek között adták át május 7-én délután a tokai egyes számú körzeti házi orvosi rendelőt. A 25 millió forintos beruházást helyi vállalkozó készítette el, amelyet a belügyminisztérium pályázati forrásából finanszíroztak. Elhangzott az is, hogy eszközbeszerzés is történt ebből az összegből, hiszen egy defibrillátort és egy EKG-t is vásároltak. Idén 6. alkalommal tartottak halmajálist és Hernádvölgyi pálinka mustrát május 11-én Halmajon. A szórakoztató programok mellett főzőversenyt is szerveztek. Az ételekbe egy meghívott vendég, valamint az összejövetel házigazdája, Csisztu Zsuzsa is belekóstolt. Várjuk Önöket Borsodabói Zemplén megye friss híreivel, érdekes riportjaival vasárnap 16 órától. Nézzék adásunkat online honlapunkon a globotv.hu címen. Viszontlátásra!